A hangyász sün. Ha csak annyit mondunk, hogy a hangyász sün legközelebbi rokona a kacsacsőrű emlős, mindjárt különlegesnek hangzik, és valóban annak szinte minden csodáját ugyanúgy képviseli. Azzal a kivétellel, hogy nincsen csőre, de ő is tojást rakó emlős állat. A kikelt egyetlen kis hangyászsünt pedig erszényében hordozza és anyatejjel táplálja. Érdekes kérdés lehet, hogy a pici süni közben nem böki meg az anyukáját a tüskéivel? A válasz egyszerű, tüskéi csak azután kezdenek el nőni, hogy kiköltözött az erszényből. Nevében a hangyász azért van, annak ellenére, hogy még távoli rokonságban sincsenek, mert ő is szélsőségesen alkalmazkodott a hangyákból és termeszekből álló táplálékhoz. Ennek megfelelően hosszú, megnyúlt arcorra, annak végén aprócska szája van, amelyből féregszerű, ragadós nyelvét ölti ki, úgy mozgatva körbe, mint egy ujjat. A hangyász sün Ausztráliában számos élőhelyen jelen van, beleértve az erdőket, mezőket, sivatagokat, ahol mivel nem szőre van, hanem tüskéi, és izzadni képtelen, sajátos módszert kitalálva, apró orrbuborékok párologtatásával hűti le testét, így élve túl az extrém forróságot is. Orra amúgy is különleges, a rajta található elektromos érzékszerv is segíti a táplálék felkutatását, pont ahogy a kacsacsőrű emlősnél is neki is van méregmirigye, valamint hibernálódni is képes. A földben mélyen beásva magát alszik téli álmot, és így tesz rögtön akkor is, ha veszély fenyegeti. Mi alapján a hangyászsün a legritkább és legkevésbé ismert emlős állatok egyike? Amellé, hogy éjjel aktív, még maga is rendkívül óvatos, a legkisebb neszre felhagy vándorlásával, és azt mondják, szinte varázs erővel tűnik el néhány perc alatt a földben, ahonnan pedig csupán a kiálló tüskéket látva rendkívül nehéz elmozdítani. Ausztráliában még ott is, ahol viszonylag gyakori, sokszor évekig nem találkozni vele. Nagyon sokan a helyiek közül, akik az erdő minden állatát és növényét jól ismerik, egyszerűen soha nem láttak még hangyász sünt.